Üdvözlök mindenkit, a mai videóban a gyermekvasútat fogjuk kipróbálni Széchenyi hegy, illetve Hűvösvölgy között. Akit érdekel a videó, az tartson velem. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút, azaz a 7-es számú vasútvonal, keskeny nyomtávú vasút. A Budapest egyik közlekedési látványossága a főváros második, illetve 7. kerületében. Érdekesség, hogy a szolgálatot gyermekek látják el, felnőttek felügyelete alatt. A vonal két végállomása Széchenyi-hegy, valamint 235 méterre alacsonyabban elhelyezkedő Hűvösvölgy. A pálya 11,7 km hosszú, egyvágányú nem villamosított vasútvonal. A vonalon kereskedelmi és forgalmi szolgálatokat a vonal átadása óta 10-14 évesnél idősebb gyermekek látják el. És ahogyan a kolléga is mondta, itt lesz a keresztünk. Ben bekerült a Guinness rekordok közé, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi, illetve kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el. A végállomások között a távot a szerelvények 20 km/h engedélyezett sebességgel átlagosan 40-45, nyáron kb. 50 perc alatt teszik meg. Neve a tervezéskor gyermekvasút építésétől a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Ma pedig hivatalosan a MÁV ZRT Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Az 1961-ben 800 000, 1993-ban 94 000, 2013-ban közel 300 000 utas szállított.
éppen Virágvölgy vasútállomás következik. A története: az állomás a gyermekvasút Csillebérc és Jánoshegy állomásai között található. 1948-49-ig volt a gyermekvasút végállomása, a tervekben Szent Anna kápolna volt a neve, ám az első szakasz átadásakor már úttörő köszöntése az előre nevet viselte. 1990-től Virágvölgynek nevezzük. A következő állomásunk az Jánoshegy lesz. Széchenyi-hegyi gyermekvasút ugye egyik állomása, nevét a Budapest legmagasabb pontjáról, a Jánoshegyről, illetve az azt magában foglaló városrészről Jánoshegy kapta. Az állomástól nem messze található a Libegő felső végállomása. A videóhoz már nem túl sok információval tudok szolgálni, de állomásokról még tudunk beszélni. A Jánoshegy vasútállomás Jánoshegyről lett, illetve az azt magában foglaló városrészről Jánoshegyet kapta. Az állomástól nem messze található a Libegő.
Az információk a gyermekvasútról igazából eddig tartottak volna. Az állomásokról, tehát a következő állomásokról még lesz pár információ, de igazából aki a információkat akarta tudni a gyermekvasútról, szerintem mindent információval meg tudtam szolgálni. Szép Juhásznél következik, itt lesz a utolsó vonatkeresztünk. Az az érdekessége az utolsó vonatkeresztünknek igazából, hogy a szembejövő vonat az le fog menni Széchenyi hegyre, onnan visszajön, tehát az lesz igazából az utolsó vonat. Most a lefele menő utolsó vonattal fogunk tehát találkozni.
Egyébként, amit előbb mondtam, az nem teljesen igaz a mai napra, mivel most felérünk Széchenyi egy állomásra, onnan pedig fog indulni egy Panoráma Express vonat, amit én is kipróbáltam, bár erről nem szeretnék még egy videót leforgatni. Ezt a másik csatornámon megtaláljátok, benne lesz a link a leírásban. Az a videó egyébként még nem jött ki, tehát egy ilyen héten belül ki fog jönni. Igazából az előbb említett Panoráma Expressnek nem hiába Panoráma Express a neve, itt a képen, vagyis a videón jó is láthatjátok, hogy ezért Panoráma Express nevet kapta, mivel itt megáll, és az utasok csinálhatnak naplemet és képet Pest-Budapestről. Ahogy láthatjátok, itt a vasútvonal mellett eléggé jó túrázási lehetőségek vannak, akár egy 3-4-5 órás túrát is itt el lehet tölteni a budai hegyekben. Visszatérve a Panoráma Expressre, nagyon picit egyébként, de nem értem, hogy minek rá nosztalgia jegy, amikor nem is közlekedik rajta nosztalgia kocsi, vagy nem tudom, hogy mi a lényeg a nosztalgiában, tehát a ilyen eseményekre kitalálhattak volna mondjuk valami pótjegyes történetet. Előbb láthattuk Hárcshegynek a előjelzőjét, ez az utolsó megállóhely Hűvösvölgy előtt, tehát ez az utolsó megálló, ahol megállunk.
végre meg is érkeztünk akkor Hűvösvölgy végállomásra. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyugodtan nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, valamint osszátok meg a videót, hogyha tetszett. Köszönöm még egyszer a figyelmet, sziasztok!